Biztonság, belterületi kerékpárút mezőzomboron. Megelőzés, prevenciós nap szerencsen. Szabályosság, kvadosok, motorosok, figyelem. Köszöntöm a Globo Televízió nézőit, Kuti Kuruc Hajnalka vagyok. A Magyar Falu programnak köszönhetően az elmúlt időszakban Mezőzombor belterületén egy jó minőségű kerékpárutat alakítottak ki a helyiek és a turisták biztonságos kerékpározása érdekében. A kerékpáros turizmus az elmúlt időszakban reneszánszát éli hazánkban. Tokaj hegyalján ennek az iparágnak a fellendítésén dolgoznak, amelyhez Magyarország kormánya a Tokaj hegyaljai térség fejlesztését tűzte ki célul. Mezőzombor község önkormányzatának megbízásából 2019 őszén kezdődött meg a település és Szerencs között a kerékpárút építése. A beruházása a terület és település fejlesztési operatív program keretén belül több mint 239 millió forintos támogatásból valósult meg, összesen 5430 folyóméter hosszúságban. Mezőzombor és Szerencs között ezáltal egy 1400 méteres szakasz épült meg, illetve a település és a mezőzombori körforgalom között 2800 méteres szakasz. Most pedig a Magyar Falu programnak köszönhetően belterületi kerékpárút épült a község főutcáján. Radó Béla, a település polgármestere mutatta meg stábunknak, a belterületen 603 méteren 50 millió forintos összegből megvalósított kerékpárutat. Valóban már több éves célunk az, hogy szeretnénk a településen élőknek megkönnyíteni a dolgát, a bejutását, hogy biztonságban Szerencsre be tudjanak utazni kerékpárral, elintézni dolgukat, akár munkáról legyen szó, akár vásárlásról, vagy esetleg a szabadidő hasznos eltöltéséről. Ezzel együtt, hogy a kerékpár utak ugye a külterületen már megvalósultak két évvel ezelőtt, illetve most a tavasszal elkészült ez a 603 méteres belterületi kerékpárút is, egyre biztonságosabbá válik most már a kerékpárral való közlekedés, akár az itt élőknek, akár a turistáknak, hiszen egyre többen vannak. És egyre nagyobb az igény arra, hogy kiépített kerékpárúton tudjanak közlekedni. Egyre több az autó, egyre több a kerékpár. Én azt gondolom, hogy a 21. századnak ez az egyik kihívása, hogy a fejlődő technikai eszközöknek helyet és teret biztosítsunk. Reményeink szerint a következő évben innen sikerül megvalósítani a kerékpárnak a másfél kilométeres következő szakaszát egészen a mezőzombori vasútállomásig, a Sorompóig, és onnan már ugye szintén két évvel ezelőtt megépült a biztonságos kerékpárút egészen a mezőzombori körforgalomig. És ebbe a körforgalomba fog majd belecsatlakozni a jelenleg ugye Nyíregyházát Tokajjal összekötő, illetve Tokajt Máddal összekötő kerékpárút, ott fog találkozni majd a mezőzombori körforgalomba. Az elmúlt 10 évben sokat fejlődött a település a beruházásoknak köszönhetően, azonban a község első embere kihangsúlyozta azt, hogy szeretnék a vasútállomásig tovább folytatni a bicajosoknak a biztonságos kerékpárút építését. A település polgármesterének a tervei között szerepel a békekert fejlesztése, szeretnének abban a szép környezetben egy pihenő övezetet kialakítani, ahol szívesen pihennek meg a két kerekűvel a községben át haladók. Terveink között szerepel egy elektromos kerékpártöltő állomás kiépítése, több filagóriát szeretnénk odaépíteni, illetve szociális helyiséget szeretnénk még bővíteni, hiszen arra nagy szükség van, bármerre is közlekedik kerékpárra az ember. Ezekkel a fejlesztésekkel Mezőzombor folyamatosan fejlődik, és a megépülő bel- és külterületi kerékpárút vonzóvá teheti a kis ékszerdobozt a turistáknak, így a településen áthaladók leszállhatnak a kerékpárról, és eltölthetnek néhány órát Mezőzomboron is. Szerencsváros önkormányzat kábítószer ügyi egyeztető fóruma június 13-án prevenciós napot tartott a kábítószer ellenes világnap alkalmából a Rákóczi várban. Szerencs városában tavaly augusztusban megalakult 19 tagszervezettel a kábítószer ügyi egyeztető fórum, amely elsősorban a kábítószer fogyasztás és terjesztés visszaszorítását tűzte ki célul. A kábítószer ellenes világnap alkalmából prevenciós napra várták a helyi fiatalokat és a fórum szakembereit.
Tavaly augusztusban indult a újra, szerveződött újra a kábítószer egyeztető fórum. Igazából 19 tagszervezete van, tehát elég nagy létszámot felölelő intézményi listánk van. Elsősorban azok a tagszervezetek, akik a prevencióban, a kezelésellátásban, illetve a kínálatcsökkentésben, mint a rendőrség játszanak szerepet. És a legfontosabb feladatunk a közös együttműködésnek a elindítása, illetve az a nagyon fontos dolog, hogy a prevencióban megpróbáljuk megfogni azokat a helyzeteket, hogy ne jusson el a kezelésig a helyzet. Tehát mindenféleképpen az a dolgunk, hogy helyi szinten az itteni problémákra igazodva tervezzünk olyan stratégiákat, beavatkozásokat, hogy minél hamarabb be tudjunk avatkozni az egyén problémás helyzetébe és megfelelő kezelésbe tudjuk eljutatni, illetve a fiatalok esetében pedig az a legjobb lehetőségünk, hogy nagyon korán adunk készségeket, információkat a fiataloknak annak az érdekében, hogy tudatosan használják, hogyha odáig jut a helyzet, hogy használnának bármilyen szert. A résztvevőket Nyíri Tibor polgármester köszöntötte, aki kiemelte azt, hogy nagyon fontos lenne a megelőzés, hiszen a diákoknak, ha vannak az illegális és legális drogokkal kapcsolatban ismereteik, akkor könnyebben mondanak nemet. Hoffmann Katalin felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, a diszfunkcionális családi működés és az ártalmas gyerekkori tapasztalatok hosszú távú következményeiről tartott előadást. Az előadások után 5 állomásos pályán haladtak végig a prevenciós program résztvevői. Ez nagyon kedvenc napunk, prevenciós napnak neveztük el, hiszen 2 világnap van itt az elmúlt időszakban, illetve jön a jövő hét után. Május 31-e a dohányzás ellenes világnap, június 26 pedig a kábítószer ellenes világnap, és ennek az apropóján gondoltuk azt, hogy megpróbálunk olyan ismereteket átadni szórakoztatva a fiataloknak, illetve komoly előadást is beépítve, amikkel tudnak esetlegesen a szermentes életet felé haladni. Itt a délelőtti órákban olyan előadások voltak, ahol például a családon belüli traumákat átélt fiataloknak a felnőttkori következményeiről hallhattak, vagy a kábítószerfogyasztásnak a jogkövetkezményeit hallhatták a fiatalok, illetve a mostani generációt érintő online függőség is témakörbe került. A mostani sorverseny pedig, ami jelenleg zajlik, ez attól különleges, hogy, és ezt szerettem is volna kihangsúlyozni, hogy itt nem csak a fiatalokon van a hangsúly, hanem munkahelyi közösségeknél is nagyon fontos a mentálhigiéné, és úgy gondolom, hogy a fiataloknak is, és a felnőtteknek is tudunk olyan információkat nyújtani. 5 pálya van így sorban. Az első a bűnmegelőzési pálya, ahol az előadással kapcsolatosan vannak kérdések. A második pályánk az az elsősegélynyújtás, ahol olyan gyakorlati tapasztalásokat szerezhetnek, ahol éppen a stabil oldalfekvés, vagy az újraélesztésnek a menete, amit kipróbálhatnak. A harmadik pálya a szenvedélymagatartásokhoz kapcsolódik, ott ezzel kapcsolatos kérdések vannak, illetve kipróbálhatják az alkohol és a drogszimulációs szemüvegeket, a fiatalok és az idősebbek egyaránt. A negyedik pálya pedig a katasztrófavédelemi, ahol meg tudják a szakemberek kérdezni, hogy ismerik-e a nemzetközi segélyhívószámot, illetve tudják-e, hogy kell ezt helyesen segítséget kérni. Az ötödik pálya pedig, ami mögöttünk zajlik, ez egy szórakoztató pálya. Pontosan levezetésként gondoltuk, a klasszikus játékok vannak benne, ahol szájról kell olvasni, dalfelismerős, illetve a mutogatós játékok zajlanak, többnyire témához kapcsolódóan. Pontos, hogy a Szerencsék Kábítószer Ügyi Egyeztető Fórum társadalmi súlyának megfelelően kezelje a helyi drogproblémát, ismerje annak veszélyeit, a hatékony fellépés eszközeit és a közös cselekvésben való részvétel lehetőségeit. A fórum fontosnak tartja a veszélyeztető tényezők visszaszorítását, a megelőzés-kezelés eszközrendszerének bővítését, valamint a meglévő szolgáltatások megerősítését és további fejlesztését is. Egy család életében egy gyermek születése a legnagyobb boldogság.
Azonban ahhoz, hogy a legifjabb tag tisztelettudó, testi-lelki boldogságban érezze magát a bőrében, kell egy szeretetteljes szülői-nagyszülői légkör. A gyerek és a szülő közötti jó kapcsolatról Körei László mentálhigiénész szakemberrel és a Nyíregyházi Egyetem mentálhigiénés központ vezetőjével beszélgetek. Kérem, tartsanak velünk! A családok egészsége az egy, mindig azt szoktuk mondani, így gyereknap után egy pár nappal is, az a társadalom egészségét is jelenti, hiszen a családok azok a nagyon fontos alappillérei egy modern társadalomnak, amelyek egy berendezkedést, egy szerkezetet és egy struktúrát adnak a világunknak. Benne nagyon fontos, hogy a gyermekek megtalálják önmagukat, és látjuk azt, hogy már nincsenek azok a gyereknapok, mint régen, egészen más lett ennek a kultúrája. A családi szinten megemlékeznek róla nagyon sokan, a nagyon modern családok is, meg a tradicionális családok, de ami számomra fontos, hogy a gyerek mentális kötődései erősek legyenek a szülők felé, erősek legyenek az önazonosság irányába, tehát hogy tudja a gyermek, hogy ki ő a világban, mi a helye, mi a szerepe, és gyermekként tudjon élni, tudjon olyan dolgokban funkcionálni, ami örömet okoz számára, illetve ami kiteljesedést és lelki békét. Erre vágyhat egy szülő, és nagyon sokszor keresnek meg minket itt az Egészségfejlesztő Központban, Tokajban, arra, hogy adjunk tanácsot ahhoz, hogy hát hogyan lehet a ravasz kamasszal bánni, hogyan lehet jobb tanulásra bírni a gyermeket. Ennek mindegyiknek van egy lelki oka és egy lelki háttere. Én magam egészségfejlesztő mentálhigiénés szakemberként ennek a felkutatására, monitoringozására is tudok vállalkozni, hogy megtaláljuk azt az okot, ami akár az elakadásnak egy nagyon fontos területe, és úgy gördülékenyebben menjen. Amit látok a 21. században, az a figyelem hiány, illetve a figyelem fókusznak a helyezése. Nagyon sok szülő elköveti azt a hibát, hogy a digitális meg gépi eszközöknek rendeli alá a nevelést. És a gyermekkel nagyon jó, hogyha együtt mesélünk, ha együtt beszélünk, ha együtt töltjük azokat a minőségi időtartamokat, amelyek fontosak ahhoz, hogy ő szocializálódjon, fejlődjön, a kötődési mintái, a társadalmi válásának a spontaneitása megvalósuljon, és sok szülő ott követi el a hibát, hogy ezt megspórolja az online játékok segítségével, a gépi világgal, és én azt gondolom, hogy olyan helyzetben vagyunk, hogy a globalizációban ezeket az eszközöket nem tudjuk elkerülni, de én hiszek abban, hogy az élő kapcsolat, a humán interakció jelentheti a boldogság és a mentális kiteljesedés legfontosabb faktorait. Nagyon nehéz feladatuk van. Én mindig is nehéz volt szülőnek lenni, én azt gondolom, vagy pedagógusnak, mert minden gyerek más, minden gyereknek mások az igényei, minden gyerek más szinten van, akár lelkileg, akár értelmileg, tehát hogy bármikor ugye alkalmazkodni kell a szülőknek a gyerekekhez, és most egy picit megfordult a világ, én azt látom nagyon sokszor, nagyon sok helyen, hogy a szerepek felcserélődtek, hogy a szülő nem mer rászólni a gyerekére, a gyerek mondja meg, hogy mikor menjenek haza a játszótérről, mit szeretne, meddig szeretni, és ugye itt egy kicsit azért láthatjuk azt, hogy lehet, hogy később ebből majd nagyobb probléma lesz. Még ilyen óvodás is kisiskolás korban nem annyira, de mondjuk már lehet, hogy a kamaszoknál ez okozhat problémát a szülő-gyerek kapcsolatban. Gyakran előfordul, és nagyon fontos, hogy a szülőnek itt mintaadónak és értékközvetítőnek kell fellépni. Hogyha a családi kultúrában ez a mintaadás, meg ez az értékközvetítés megvan, akkor ez a helyzet nem állhat elő, hogy a gyermek irányét diktál. A gyermek tanult viselkedés formában már pici korától az agressziót elsajátítja. Ugye Bandura és Gross kísérletei a bobó babával, amikor ugye elkezdték ütni ezt a babát, és különböző helyzetekben nézték a kísérleteket, megmutatták, hogy az agresszió az egy tanult viselkedési forma is lehet. Passzív agresszióról, aktív agresszióról is beszélünk. És pusztán akkor, hogyha a gyerek elrikkantja magát, elsírja magát, már akkor a szülő, hogyha végrehajtja rögtön azt, amit a gyermek szükségletei igényelnek,
ott elszalad a csikó. Egy nagyon fontos példa arra, hogy amikor a szülő nem tud mit kezdeni kisgyermekkorban a pici babával, hogy állandóan sír, ráfogják, hogy hasfájós, jön a foga, stb. A gyermek sokszor tanult viselkedés formaként, passzív-agresszióként, vagy akár aktívba, így jelzi a szülőnek, hogy fogjál meg és szeress. A szülő felveszi, megnyugtatja, szeretgeti, beszélget hozzá, és a gyermek eléri a célját, mert az volt a célja, hogy ne legyen magányos. Meg még nagyon sok olyan példát lehet felhozni, amelyeket mind alátámasztják. Attól függ, hogy ki mennyire stabil mentális állóképességnek, és hogyha a szülők egy jelentős része azokat az iratlan etikai elveket betartja, hogy megvannak a hagyományos szerepek, a szerepek közötti átjárások, a szerepek feloldódásai, és ezeket megbeszélik egymással nyitottabb családi kultúrában, akkor nem lehetnek problémák. Nagyon sok olyan család van, ami egész egyszerűen laissez-faire nevelési típusban részesíti a gyereket, ez a ráhagyó nevelés, valahol autoriter típusú, ami a szülői tekintélyt, főleg az apai tekintélyt vagy anyai tekintélyt hangsúlyozza, és van a konzultatív demokratikus nevelési stílus, amely azt mondja, hogy partnerként kezelünk a családban mindenkit, és megbeszéljük a szükségleteinket, problémáinkat. Lehet, hogy tényleg így van, amit mondasz, csak nehezen fogadják most már el. A szülők is, akár mondjuk egy pedagógusnak, nevelőnek, pszichológusnak a tanácsát, mert az internetről például ő jobban tudja azt, hogy hogyan kell a gyerekével foglalkozni, mert elolvasta, mert megnézett egy youtubernek, egy ugyanolyan anyukának, egy vloggernek egy videóját, és abban leírta, vagy elmondta, hogy milyen nagyszerű ez és ezt, ha ezt csinálod mondjuk ezekre a reakciókra, mondjuk a gyerekeknél, és mondjuk itt is lehet hibát elkövetni, hogy mondjuk valaki azt gondolja, hogy ez tényleg megfelelő lesz. És később, és mondjuk esetleg majd hozzád fordulnak egy 16-17 éves lányal vagy fiúval kapcsolatban a szülők, hogy mit rontottunk el? Ez lehet azért kérdés szerintem, hogy vagy elrontottak esetleg valamit, vagy másképpen reagáltak dolgokra? Ez ma egy valós kérdés. Mindig azt szoktam mondani, hogy a szülői szerepvállalásnak is van egy érettségi szintje. Nem életkorhoz kötöm, egy érettségi szinthez, egy kompetencia szinthez. Hogy pusztán azért akarok gyermeket, hogy legyen, nem csak a biológiai reprodukció, hanem egy felelősségvállalás, egy önmagamon túli világ megteremtése, egy harmadik fél, vagy egy negyedik fél, egy önálló élet. És bizony nem az influencerek, meg nem a itt olvastam, ezt olvastam.hu kategóriájú megmondó emberek releváns véleménye a mérvadó, hanem a szülői mérce, az a belső mikroklíma, amit egy család meg tud teremteni. És ez szabályokból, sémákból, hagyományokból, új jelenségek összességéből tevődik össze. Ennek egy része az, amit említettél, szerkesztő asszony, hogy ezek nagyon fontosak, hogy mennyire manipulálható a szülő értelmileg, érzelmileg, mennyire akar jót a gyermekének, és ez az aztolvastam.hu, ez egy tipikus esete a 10 millió virológus, infektológus, meg háború és bűnügyi szakértő országának, ez egy olyan eset, ami gyakorlatilag már itt van a mindennapjainkban, megvannak a megfelelő szakemberek, nevelési tanácsadók, pedagógusok, pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek, fejlesztő pedagógusok, akik tudnak szakmailag is tanácsokat adni ezekben a helyzetekben. Még itt egy utolsó kérdést én nagyon szeretnék föltenni neked, és gondolkodtam is, hogy megkérdezzem egyáltalán, hogy van rossz gyerek, meg jó szülő? Rendkívül hibásnak tartom ezt az opozíciót, hogy jó, rossz és a csúf. Nincs átmenet. Azt mondom, hogy spektrumban sok szín, sok árnyalat. Nincs olyan, hogy jó szülő, és nincs olyan, hogy rossz gyermek, mert ez mind szubjektív dimenzió, hogy mi a rossz, meg mi a jó, ki mit tart annak. Nincs ennek standardek ebben a dologban. Azt mondjuk, hogy vannak tipikus esetek, tipikus vagy standard, vagy ettől eltérő folyamatok, mindenkinek más. Van olyan
gyerek, akinek autoritás igénye van. Vagyis azt szereti, hogyha megmondják neki. Ez a ritkább. Van olyan gyermek, akinek szabadság fétise van, szabadság élménye van szinte, ez a gyakoribb. Ő leginkább egy demokratikus vagy egy laissez-faire típusú nevelési, szabadelvű nevelést tart elfogadhatónak, pláne hogyha a kortárscsoport is rásegít ebben, az osztályközösség, illetve azok az életkori sajátosságok, amelyek megjelennek, az a kortárscsoport, az a mikromillió, ami őt körbeveszi. Tehát ezek rendkívül fontos dolgok. Én azt mondom, hogy soha se végletekben gondolkodjunk, mert az emberi elme, az emberi jellem, az emberi szellem a végleteknél sokkal színesebb, és én hiszek abban mentálhigiénikusként, hogy az ember egy biopszichoszociális és spirituális komplexum, és képes az önmagát meghaladó kapcsolódásokra. A tavasz beköszöntével településeink külterületein, dűlőútjain, valamint a környékbeli erdőkben megjelentek a gépi meghajtású, hobbi célból használt járművek, enduro, motorkerékpárok, kvadok. A gépjárművekkel történő közlekedés során azok vezetői több esetben figyelmen kívül hagyják a KRESZ és más az erdő rendjére vonatkozó szabályokat. Felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy a szilárd burkolattal nem fedett utakon, vagyis a földutakon történő közlekedése is a közúti közlekedés szabályairól szóló többször módosított 1/1975 KPMBM együttes rendelet KRESZ szabályai érvényesek, a járművezetőnek a kategóriára érvényes vezetői engedéllyel, a járműveknek megfelelő műszaki állapottal, érvényes kötelező gépjármű felelősség biztosítással, működőképes irányjelző és világító berendezéssel kell rendelkeznie. Az erdőben látogatás céljából, pihenés, üdülés és sportolás céljából gyalogosan emberi erővel hajtott kerékpárral, lóháton, valamint lóval vontatott járművel szabad közlekedni. Egyéb gépi meghajtású járművel, erdőgazdálkodási célt kivéve, csak az erdőgazdálkodó engedélyével lehet behajtani. A Szerencsi Rendőrkapitányság a külterületek rendjének fenntartása érdekében a hivatásos vadászokkal, mezőőrökkel, természetvédelmi őrökkel, polgárőrökkel rendszeresen közös ellenőrzéseket tart. A szabálysértések elkövetésén tetten ért személyek 5000 forinttól 150 000 forintig terjedő bírságra számíthatnak, ezért felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy közlekedésük során a vonatkozó jogszabályok betartására kiemelt figyelmet fordítsanak, vigyázzanak az erdők és a külterületek rendjére. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Miskolci Veszélyjelző és Szolgáltató Iroda tájékoztatása szerint hétfőn túlnyomóan derült, napos, száraz idő valószínű. A déli szél sokfelé élénk lesz, amelyet néhol erős lökések kísérhetnek. Kedden a gomoly és fátyol felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. Helyenként előfordulhat záporzivatar. A délnyugati, majd északnyugati szél sokfelé megélénkül, néhol megerősödik. Szerdán a gomoly és fátyol felhők mellett általában több órás napsütésre van kilátás. Helyenként előfordulhat zápor, eső, zivatar. Reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet, napközben 36 fokra emelkedik. A térségben melegfronti hatásra kell számítani. Tisztelt nézőink, a Globo Televízió heti közéleti műsorát, a Globo magazint látták. Új adással legközelebb június 26-án várjuk Önöket. Címünk 3900 Szerencs Rákóczi út 43 szám. Telefonszámunk 47-es körzet 361-156. E-mail címünk szerkesztőség@globotv.hu. Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon, a globotv.hu-n a hét mindennapján olvashatják friss híreinket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!